Ez a második nagyjátékfilmje a rendezőnek, 1993-ban készült. Az első filmje, a Szédülés című, az egy elég jellegzetesen első film, szerzői film, saját forgatókönyv és nagyon személyes vallomás jellegű munka volt. Ezt követően Szász János viszont úgy tűnik, hogy erősen elköteleződik az irodalmi adaptációk mellett. Ez a filmje is egy klasszikus irodalmi műnyomán készült, és az ezt követő munkái is innentől inkább magyar szerzőkhöz fordul, Csát Gézához, illetve most legutóbb Ágota Kristófhoz, irodalmi adaptációk. Most, ha jól tudom, egyébként egy színházi főpróbán van, ezt csak azért mondom, mert ő az a magyar filmrendező, akinek a művészetében egyenrangú szerepet tölt be gyakorlatilag a színházi munka, ráadásul nemzetközileg is nagyon jegyzett rendező, az Egyesült Államoktól kezdve a volt Szovjetunióig, vagy hát Moszkváig sok helyen rendez színházi darabokat is. A Wojciech című műve több szempontot felvet az elemzéshez, vagy a bemutatáshoz. Az egyik az az, hogy milyen irodalmi műnyomán, illetve milyen jellegű adaptációról van szó. Ugye ez a mű, ez egy nagyon titokzatos és nagyon sok interpretációt megért darab. Egy Georg Büchner nevű német szerzőnek, a 19. század első felében élt német szerzőnek a munkájáról van szó, aki egy nagyon nagy hatású, elsősorban drámaíró volt, mindössze 26 évet élt, és ez alatt a néhány év alatt, illetve az aktív írói pályafutás az talán 3 évet ölel föl mindössze, hagyott hátra a saját korában kihívóan korszerű, és éppen ezért a mai napig nagyon modernnek ható munkákat. 3 drámája maradt fenn, ami ismert, meg néhány elbeszélés, és ezek közül éppen a Wojciech talán a legkülönlegesebb, titokzatosabb mű, aminek az oka részben abból fakad, hogy ez egy töredékesen fennmaradt dráma. Magának a drámának a rekonstrukciója is szalán önmagában egy érdekes történetet mondana el. Évtizedeken, vagy majdnem most már egy évszázados múltja van ennek a recepció történetnek, hiszen rekonstruálni kellett különböző kéziratokból, és az is hozzátartozik mindenhez, hogy ennek az volt a következménye, hogy a rekonstruálók, színpadra állítók, adaptálók, azok nagyon erősen értelmezték, illetve értelmezhették ezt a művet, amely eleve a befejezetlensége, a töredékessége miatt ezért kiáltott. De nagyon különös ennek a Wojciech című műnek a maga az alap tézise is. Valóban a 20. vagy akár a 21. századi embert megszólító helyzetről van szó. Egy olyan titokzatos címszereplője van ennek a történetnek, akiről nehéz eldönteni, hogy egyáltalán milyen státusú figura. Most, hogy a szélsőségességeket mondjam, egy elmebeteg, vagy pedig egy túlérzékeny ember, egy gyilkos, vagy pedig egy sérülését egy drámai tettben feloldó, nagyszabású, tragikus figura. Véletőleg mindez, és még sok minden, tehát tényleg a pszichopatológiai esettől a saját sorsán igazságot tévő klasszikus görög tragédiákat vagy drámákat idéző figuráig, nagyon sok minden belesűrűsödik ebbe az alakba. Méghozzá az is nagyon különös, hogy olyan motivációkkal, amely ennek a műnek a születésekor még szinte láthatatlan volt, ezt is sokan elmondják, hogy ez a dráma, ez elővételezi a freudizmust, az egzisztencializmust, az abszurd drámát. Tehát egy hihetetlenül profétikus, a maga zsenialitásában és töredékességében előremutató műről van szó, amely éppen emiatt, a titokzatossága miatt évtizedeken, most már évszázadokon keresztül újabb és újabb interpretációkra hív. Magyarországon is elég jelentős a befogadói, vagy az interpretációi története ennek a műnek, ugye színházi előadások kapcsolódnak elsősorban ehhez, illetve van egy különösen fontos állomása mindennek. Ha jól emlékszem, a 80-as években a Stúdió K-nak volt egy legendás előadása, egy
jobb szó hiány, kísérleti jellegű színházi előadás, ahol egy úgynevezett szobaszínházi előadás volt ez, tehát a közönség egy térben volt a szereplőkkel, és így majdnem szobáról szobára a változó helyszíneken követhette magukat a színészeket is. Székely B. Miklós volt a címszereplő. Egyébként ezt a Balázs Béla stúdióban rögzítették, ezt a felvételt, ezt az előadást pontosabban, tehát egy dokumentumfilm formájában ez megtekinthető. Sőt, megnéztem a port.hu oldalát, hogy mikor kezdődik a ma este, és ott ezt a művet jelölték meg a ma esti bemutatóként, nem a Szász János filmjét, mert ugyan ezen a címen szerepel, és akkor valaki rossz helyre klikkelt nyilván, és emiatt tévedett. Tehát a magyar dráma történetben, vagy színház történetben is ez egy nagyon fontos munka, és több más bemutató is volt. Illetve az egyetemes film történetében is többször feldolgozták. A legismertebbet mondom csak, ezt lehet, hogy többen látták, Werner Herzognak az Azonos című filmjét, amelyben Wojciech történetét nagyjából korhű díszletben, jelmezben jeleníti meg, de egyértelműen, ahogy a Werner Herzog filmjeinek többsége ekkor tájt, az excentrikus, tehát a normalitás és az őrület határán elhelyezkedő figurát próbálja megragadni Wojciech alakjában. Tehát egy ilyen nagyon nagy recepcióval rendelkező műhöz nyúlt Szász János, és ehhez képest nagyon sajátos és bátor módon adaptálta, méghozzá oly módon, és ez volna az elemzésnek, vagy lehetséges elemzésnek egy másik szempontja, amellyel ezzel a filmmel nagyon szorosan betagolódott egy a 90-es évek elején, 80-as évek végén kibontakozó magyar filmművészeti irányzatba, egy formatörténeti irányzatba, amely ebben az időszakban, itt a rendszerváltás környékén talán a legjelentősebb, stilisztikai értelemben egészen biztosan a legjelentősebb irányzata volt a magyar filmnek. Ennek van egy neve is, ami egy kicsit talán megtévesztő, úgy nevezik ezt az irányzatot, nevezzük, hogy fekete széria, film noir. Van rokonsága, akár a klasszikus film noirral is. A fekete széria elnevezés elsősorban abból adódik, hogy itt készültek elég nagy gyakorisággal, feltűnő gyakorisággal, körülbelül egy fél évtized leforgása alatt fekete-fehér filmek Magyarországon, amelyek nem csak fekete-fehérek voltak, hanem nagyjából egységesen egy kivételtől eltekintve egy nagyon komor és ugyanakkor egy nagyon elvont, már-már ilyen metafizikus tartalmú világképről tudósítottak. Ez egy nagyon jelentős irányzat, én személyesen is nagyon-nagyon fontosnak tartom, nagyon szeretem magát, a fekete-fehér filmet, mint olyat is nagyon szeretem. És az is nagyon figyelemre méltó, hogy ugye itt a rendszerváltás zajlik Magyarországon, és ezek viszont olyan filmek, amelyek kifejezetten tüntetőleg ellépnek, eltávolodnak a magyar filmnek egyébként erős hagyományától, a társadalmi politikai beszédmódtól. Ezek a filmek kifejezetten elvont térbe, időbe helyezik a maguk történetét, és jóval inkább egyetemesebb, lételméleti problémákkal foglalkoznak, és nem mennek bele a mindennapok vizsgálatába. Maga a fekete-fehér stilizálás az első lépés ezen a téren. Ugye gondolják meg, hogy a fekete-fehér nyersanyag az természetszerűleg elüt a valóságtól. Tehát ezen a ponton már megjelenik ezekben a filmekben egy nagyon erős stilizáció. Ugye egy olyan filmtörténeti korszakban, amikor színes filmet könnyebb szinte forgatni, mint fekete-fehért, mert az egész gyártás technika már annyira rááll a színesre. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezek szegény filmek, és a rendezőnek nem volt pénze úgymond színes filmre, hanem ez egy tudatos alkotói döntés, választás, hogy ő fekete-fehérben forgat. Ez egy irányzat, ennek a meghatározó alkotója egy olyan rendező, akivel fognak még itt találkozni ebben a válogatásban is, Tar Béla. Ő 1987-ben készíti el a Kárhozat című filmjét, amely ennek az irányzatnak a nyitó darabja, és Tar Béla lesz az, aki egészen életművének, ha minden igaz, akkor az utolsó darabjáig, a Torinói Ló című filmig, amely ugye az ő kijelentése szerint az utolsó munkája, ő kitart emellett a stilizációs eljárás mellett, tehát a fekete széria az ő nevéhez kapcsolódóan úgymond két évvel ezelőttig tart. Viszont a többi alkotó, aki csatlakozott ehhez az irányzathoz, ők nagyjából 87-88-tól 93-94-ig, 5-ig leforgatják a maguk fekete szériás filmjét, legtöbben egyet-egyet, és aztán tovább lépnek a maguk életművében, és nyilván sok mindent megőriznek ebből, de leggyakrabban magát a fekete-fehér nyersanyag választást odahagyják.
Szász Jánosnak ez az egyetlen fekete-fehér filmje eddig, tehát a következő munkája, amik majd következnek a sorban, a Wittmann fiúk, az Ópium és most a Nagyfüzet, ezek már színes filmek. Most ez miért érdekes, vagy miért fontos a Wojciech adaptációja esetében? Ugye ennek a filmnek az adaptációs eljárása elsősorban azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a Wojciechi sorsot, a Wojciechi drámát, a Wojciech tragédiáját azt egy olyan közegbe jelenítse meg, amely egyszerre nagyon konkrét, anyagszerű, bizonyos szempontból még akár a korabeli magyar valósághoz is köthető, és ugyanakkor mégsem szociológizál ezen a téren, hanem elrugaszkodik ettől, és egy elvont teret és időt teremt meg, és ennek következtében ennek a Wojciechi sorsnak egyébként nagyon sok biblikus áthallása is lesz, ez bizonyos képi elemekből elég jól lehet majd, ezeket elég jól lehet majd látni. És mint a fekete szériához tartozó film, ilyen értelemben nagyon izgalmas, és talán erről érdemes lesz majd beszélgetni a film után, hogy hogyan is működik ez a stilizációs elv. Ugyanis az egyik oldalon azt látjuk, és ez akár még bírálatra is okot adhat, vagy legalábbis felvet kérdéseket, hogy a rendező ezt a történetet, ezt a 19. századi történetet áthelyezi a mába, a jelenbe. Itt az eredeti drámában ugye ez egy ilyen katonai közegben játszódik, tehát Wojciech is egy közlegény, és ott az egyik felettese, aki őt egrecíroztatja, egy ezreddobos. Itt az egy rendőr lesz, míg a parancsnokból pedig egy vasútállomásnak az állomás főnöke, és még van egy doktor, aki Wojciechen különböző bizarr kísérleteket hajt végre, az itt szintén doktor marad. De minden esetre átteszi a történetet a jelenbe, egy vasúti pályaudvar, egy inkább egy ilyen teherpályaudvar közegébe, ahol Wojciech egyfajta pályamunkás váltőr, vagy valami ilyesmi. Sőt, mi több, még van egy, még, hogy mondjam, feltűnőbben konkretizáló, és főleg ilyen szociológiai társadalombírálatot megfogalmazó helyzet is, hogy ebben a véres szerelmi melodrámában a Wojciechnek a társa, akivel kapcsolatban kibontakozik ez a dráma, ő egy cigánylány, aki nagyon hangsúlyozottan is megjeleníti ezt a környezetet, tehát vannak olyan jelenetek, ahol a cigány közösség táncol, mulat, énekel, tehát benne van a roma világnak ez a etnikai jelenléte. És ugye ettől az ember elkezd azon gondolkodni, hogy itt akkor valami fajta konkrét a politizáló társadalom elemző attitűd jelenik meg, és ez a klasszikus dráma egy ilyen olvasatot kap. Ez viszont ellenpontozza a másik irányból az, és itt jön a fekete-fehér stilizáció, hogy a film nagyon elrugaszkodik a mindennapok valóságától. Ugye egy nagyon látványos körülmény, ezt egyébként annyira ügyesen megoldja a rendező, hogy talán nem is tűnik fel, ezért is mondom, hogy miközben ez egy jelenidejű vasúti pályaudvaron, vagy állomáson, inkább állomáson játszódik, és néha még látunk személyi vonatokat is elmenni, és ezek a mai, nem tudom, hogy hívják, pulmankocsik, tehát felismerhetőek és azonosíthatóak, de mindezzel együtt ezen a vasútállomáson nincs egyetlen egy utas sem. Tehát ugye, hogy alapvetően nincs megteremtve a mindennapiságnak a realista látszata. Tehát, hogy jönnek, mennek az utasok, stb. Nem, ez egy nagyon-nagyon jelképessé formált tér, a maga kihaltságával, szürkeségével, mocskosságával, illetve másfelől pedig egy nagyon különös esztétizálásával, amennyiben a fehér gőzök, a csillogó fekete szénhegyek, a csillogó vasúti sínek, tehát, hogy megvan, ugye majdhogy nem ennek a nyomorúságos világvégi telepnek vagy lerakatnak egy ilyen képileg felfokozott, szinte széppé stilizált megjelenítése. Ezen a ponton tehát, miközben ez egy aktualizált helyszín, mégiscsak belép egy nagyon-nagyon erőteljes elvonatkoztatás, ami által a történet kiemelkedik a mindennapok világából, és ezáltal végül is visszatér az eredeti Büchneri tézishez, ahol szintén ugye nagyon erőteljesen megfogalmazódik a maga töredékességében egy nagyon, hogy mondjam, az emberi sorsra, és nem egy hétköznapi ember személyes drámájára építkező vagy épített történet. Úgyhogy ez a közlekedés a konkrét és az elvont között, ami az eredeti műben is tetten érhető. Úgy más nem mondjak, ugye a Büchner egy valóságos szerelemféltésből elkövetett gyilkosságból indul ki, amikor megírja a drámát, sőt,
több ilyen esemény is zajlik akkor, és felkavarja a korabeli indulatokat, már ugye azon a kommunikációs szinten, ami, tehát ott nyilván nem a híradó tudósított mindenről, de legalábbis nagyport kavart föl az az eset, amiből Büchner annak idején kiindult, de láthatólag nem egy, nem tudom én, egy publicisztikus dokumentumdrámát akart ebből írni. Most valahogy én úgy gondolom, hogy a Szász Jánosnak a filmje is ezt az alaphozzáállást igyekszik átdobni, mint egy a filmes nyelvi közegbe, illetve ebbe a fekete szériás stilizációs közegbe, amikor egyszerre törekszik arra, hogy a filmnek legyen, lehetséges legyen adott esetben még egy társadalmi olvasata is, ahol a volt szex szerelme egy cigánylány, és az a férfi, aki riválisa lesz és féltékenyé teszi, az pedig egy rendőr, aki azonosíthatóan magyar rendőr egyenruhában jön-megy, és illetve terrorizálja Wojcicket. És ott vagyunk egy felismerhető magyar pályaudvaron, nagyjából, hát a kort nehéz azonosítani, mert ahhoz kevés támpont van, hogy mondjuk melyik évben, de jelen idejű a történet ilyen értelemben. És ugyanakkor, ha ezt mondom, mégis az egész zárójelbe tehető, mert nem ez a fontos, hanem jóval inkább ennek a sorsnak a nagyon elvont, filozófikus, biblikus konnotációkat felvető örök drámaisága, amelyben ez a egyébként hát nagyon kristálytiszta, áttetszőségű, egyszerű történet megjelenítődik. És az egy, hogy mondjam, egy megvitatható felvetés, hogy ez mennyire sikerül, mennyire tudja megteremteni ezt a kettősségből azt az összjátékot a rendező, hogy mind a kettő termékenyítőleg van jelen, tehát egyszerre érezzük, hogy van közünk-e ez a történethez itt és most, és ugyanakkor meghalljuk benne a nagy szóért, de az örök egyetemes érvényűt. Hát vagy fordítva, hogy ez a meglehetősen egyetemes értelmű dráma mennyire tud anyagszerűvé válni, átélhetővé válni ebben a közegben. A fekete-fehérsége a filmnek az biztos, hogy én legalábbis úgy gondolom, hogy szószoros értelmében szemet gyönyörködtető. Lehet, hogy néha szinte túl esztétizáltnak is tűnhet akár, tehát hogy nagyon-nagyon erősek a kompozíciók. Kitűnő operatőr Máté Tibor fényképezte a filmet. És hát ami még azért a filmről mindenképpen elmondható egészen tárgyszerűen, hogy nagyszerű színészi alakítások vannak benne. Mindenek előtt a címszereplő, ugye ez a Wojcik szerep, ez nagyon nagy kihívás minden színésznek, és itt pedig Kovács Lajos, akit mostanában ritkán lehet látni, de ebben az időben talán többször feltűnt mozikban is, meg színházban is, hát nagyon testre szabott szerep, tehát ő tényleg az a karakter, aki szinte önmagában hordja majdnem a tekintetében ezt az exaltált állapotot, aminél nem nagyon tudjuk, hogy féljünk tőle, vagy szeressük, nem nagyon tudjuk, hogy hova tegyük, és éppen ez a felfokozottság az, amely a titkát végül is megőrzi a Wojciknek, és ezt azért tovább tudja hagyományozni ez a film is. Úgyhogy egy nagyon súlyos, és hát a történetből is következően szinte nyomasztó drámát fognak látni, amihez nehéz jó szórakozást kívánni, viszont tartalmas meg hasznos időtöltést azt annál inkább. Köszönöm a figyelmüket!